Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Először megnézzük azt, hogy mi történik pénteken, milyen az energia. Te úgy érzed pénteken, hogy minden a feje tetejére állt, és elveszíted a talajt a lábad alól. Lehet, hogy így gondolsz rá, hogy nála van ez a helyzet, hogy nála áll minden a feje tetejére, és nem tudja, hogyan tovább. De nálad is van az a helyzet, hogy mások támadnak téged, kritizálnak téged. Kimutatod a bátorságodat, hiszen nem rohansz el az események elől. Sőt, itt látható, hogy véded magadat, hogy kimondod a véleményedet. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő gondol rád, és tudja azt, hogy van ez a kihívás, hogy a kapcsolatuk nem túl jók, hogy mindenki akar tőled valamit, vagy bántanak téged. És ő tudja, érzi, hogy megvan nálad a bátorság, és védeni fogod magadat. Ezen a helyzeten lehet változtatni. Hiszen ha megfordítom a kártyát, akkor látható a képen, hogy milyen kényelmes a helyzet, és megvan a talaj a lába alatt. Valamit másképp kellene tekinteni. Fordíts 180 fokot. Az érmének is van két oldala. Akkor minden könnyebben fog alakulni. Például lezárhatod ezt a helyzetet, vagy ne foglalkozz azzal, hogy mások hogy vélekednek rólad, vagy ha támadnak, nem kell elszaladni, de ne vess e feled, maradjon meg a jó kedv. És a szombati nap az itt látható. Ezen a képen érezhető, hogy nincs meg a belső egyensúly, és vacillálsz. Lehet, hogy döntéseket kell hozni, és nem tudod, hogy mi lenne a helyes irány, melyik döntés segít neked. Ez lehet két ajánlat, például munkahelyi ajánlat, hiszen az érmék jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, hiszen ez összefügg egymással. De az érmék jelenthetik a belső értéket is. De hiányzik a magabiztonság, kicsit vacillálsz a helyzet felett, ami szép, hogy nem marad ez így, hiszen hamarosan itt megjelensz, mint egy királynő. Sőt, kétszer jelensz meg, mint egy királynő. Egyszer uralkodsz az érmék felett, az anyagiak felett, jelenti a sikereket a munkahelyen, vagy egy jó ajánlatot, vagy a te tehetségedet. Azt is, például a párkapcsolatban, hogy ő értékel téged. Itt újra megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz a tűz eleme felett, ahol kimutatod a bátorságodat, a lelkesedést. Itt még harcolsz mások ellen, itt viszont elfoglalod a helyedet, mint egy királynő, és mosolyogsz a helyzet felett. Vasárnap az itt látható. Legyen meg a vidámság, a nevetés, ez segít neked. Itt a főpapnő mutatja azt, hogy lesz nálad egy nagyobb változás. Legyen meg a bizalmad, és bízz abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. De itt látható, hogy te még fogva tartasz valamit, ahol úgy érzed, ez a biztonság, például a munkahely, vagy a lakhely, vagy még egy párkapcsolat, de a biztonságot nem ez a helyzet nyújtja, ahol kiismered magadat, hanem a szerencse az a jövőre utal,
hogy légy nyitott arra, hogy legyen egy változás, például munkahelyi változás, vagy egy költözködés, vagy változzon a hozzáállásod, változzon valami a párkapcsolat területén. De ez a kép utal arra is, hogy legyen meg ez a könnyűség, a nevetés, a nyitottság egy új kezdetre, de azért ne légy könnyelmű. Mindig át kell vizsgálni a dolgokat, és okos döntéseket kell hozni, megfontolt döntéseket. De nem szabad így a múltat megpróbálni, megtartani, hiszen nem is érzed jól magad ebben a helyzetben. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, például, hogy tetszenek-e a kártyák. Kicsit olyan gyermekes, de én olyan vidámnak tekintem, meg nekem személyesen tetszik, ahogy ez rajzolva van, ahogy így mutatják a tárót, ezek a képek. Tehát ezt is leírhatod a kommentárba, ennek is örülnék, vagy annak is, ha megkeresnél a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!